konferencia 9. alkalommal került megrendezésre itt Balatonfüreden. A helyszín mindig ugyanaz volt, és mindig ugyanaz marad. Rekordszámú résztvevő volt idén, több mint 1600-an vettek részt. Azt gondolom, hogy ebben a szektorban nagyjából ez a telítettségi pont, tehát aki számít, aki ez iránt érdeklődik, az információs társadalom építése iránt érdeklődik, az itt volt. Az idei rendezvény sajátossága volt, hogy évről évre azt látjuk, hogy minden kérdésnek alfája és omegája az oktatás, tehát egy külön betét konferenciát szenteltünk ennek, illetve a mesterséges intelligencia koalíció itt jött létre. Az infotér tulajdonképpen egy félhivatalos kapcsolattartási eszközévé vált a magyar informatikai szektornak. Tulajdonképpen bizonyos döntéseket, bizonyos a intézményeket és a vállalatokat meghatározó kérdéseket, mert naptár szerint igazítanak ahhoz ma, hogy az infotér az mikor lesz. Ez a konferencia, mint mindig, egy nagyon jó hangulatú rendezvény. Alkalmat ad arra, hogy az itt résztvevő állami, illetve piaci szereplők találkozzanak, eszmét cseréljenek, stratégiákat ismertessünk és fogadjunk el. Az infotér konferenciákon én gyakorlatilag a kezdetektől részt veszek. Ez egy olyan találkozó ugyanis, amelyik túlmutat a hagyományos informatikai konferenciákon. Itt találkoznak döntéshozók, informatikai vállalkozások, a közigazgatásnak a különböző szereplői és a civil szervezeteknek a képviselői. Ilyen szempontból ez egy egyedülálló rendezvény, amire érdemes évről évre ellátogatni, és itt az őszi időszakban a Balaton partján átbeszélni azokat a kérdéseket, amikre talán évközben nem is jut kellő mennyiségű idő. A fókuszpontok, a témák, a témáknak a felsorolása, amelyek leginkább magukban hordozzák a digitalizációt, a transformációt, a digitalizációval kapcsolatos kihívásokat, és mindazokat a kérdéseket, amik a jövőnket meg fogják határozni. Ezt is azt gondolom, hogy nagyon jól mutatja az infotérnek az erejét, felkészültségét, hogy a kurens témákat teszik az asztalra, és mi azokra tudunk válaszolni, azokról tudunk értekezni, azokról tudunk beszélni. Topics are extremely relevant for Hungary and for ITSH. Cybersecurity and modern age digital worlds are the reality of the day, and being much more conscious about security and using digital age solutions is something that we all have to do. Az infotér arról híres, hogy itt az infotér konferencia keretében mindenki megtalálja maga számítását. Tehát tényleg az IT biztonságtól a fintechig, a globalizáció kérdéseitől egészen a digitális diplomáciáig bezárólag nagyon sok olyan téma van, amelyik terítékre került. Én tipikusan azokat az előadásokat keresem, amelyek valamilyen, hogy is mondjam, nem a mindennapokban felvetett problémát keresnek, hanem a szokásos problémákat valamilyen új oldalról tudják megközelíteni. Nagyon érdekelnek a társadalmi hatásai a digitalizációnak, az átalakulásnak, transformációnak, úgyhogy az ilyeneket keresem általában. Én azt gondolom, hogy most már eljutott az a rendezvény, hogy minden olyat tartalmaz, ami szerintem a magunk fajta döntéshozó embernek szükséges, hogy jó döntések szülessenek meg, azokat jól elő tudjuk készíteni. Én azt gondolom, hogy ez a konferencia most már teljes, úgyhogy csak arra kell figyelni, és az a fontos szempont, hogy minden esztendőben meg lehessen rendezni. Az egyeztetéseket ide lehet szervezni. Egy kötetlenebb légkörben tudunk beszélni a mérvadó iparági szereplőkkel. Sokat is lehet tanulni természetesen az előadásokból. Én azt gondolom, hogy itt a networking nagyon erős kifejezetten, és ezekre a lazább, oldottabb beszélgetésekre nagyon nagy szükség van a formális, hivatalos egyeztetések mellett. Az
nagyjából olyan ez, mint egy osztálytalálkozó. Évről évre izgatottan várják az emberek, hogy jöhessenek. Különösen az első nap estét, hiszen networking szempontból az az egyik leglényegesebb eseménye a háromnapos rendezvényünknek. Nulladik napon egyébként egy jótékonysági árvenést szoktunk rendezni, már ott is összegyűlik a társaság, de az első nap estén nagyon sok networking esemény van és lehetőség van, zenekarok fellépésétől elkezdve a borkóstolásig, úgyhogy van külön mindenféle megfelelő alkalom találkozóra. Harmadszor köszönjük!